Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Szűz, szeptember! Boldogságos születésnapot kívánok nektek! Legyen ez a születésnap a legcsodálatosabb, a legboldogságosabb, a legfantasztikusabb. Nos, szeptember kezdődik az iskola, lesznek itt fontos, jelentős események. Az iskolán kívül például a Plutó csillagjegyet fog váltani, de erről van egy külön videók, külön minden csillagjegynek. Holdfogyatkozásunk lesz szeptember 18-án, nagyon fontos esemény. Erről külön lesz videó. A bolygók, a Plutó retrográd, a Neptunusz retrográd, a Szaturnusz retrográd, és ide fog csatlakozni az Uránusz is. Az Uránusz maga a forradalom, a váratlan dolog. A retrográd bolygók húzhatnak minket vissza, lassíthatják a folyamatokat, viszont adhatnak egy második esélyt. Na de menjünk! Menjünk, mi van itt? A legelső kártya csodálatos, hatos, a szerelmesek, a szerelem, a szeretet, a megértés, a boldogság. Az itt van. Hát mikor, ha nem most, amikor az embernek születésnapja van. Fontos döntés lehet itt. Ez csodálatos. Megyünk tovább, és a napocska is itt van. Itt van a napocska, itt ragyog az a napocska. És ugye itt a napocska az egyes házban van. A napocska a boldogság, a ragyogás, a pénz, a siker. Megyünk tovább, a mágus. Egyik jobb, mint a másik. A mágus megint csak ütős kártya. A mágus maga a varázslat, a mágus maga a mágia. A Neptunusz, ugye, itt fontos szerepet fog játszani itt holdfogyatkozáskor. A holdfogyatkozásnak az energiáját már érezhetjük, plusz-minusz egy hónap, plusz-minusz három hónap. És a Neptunusz maga a csoda, maga a mágia, maga a varázslat. És megkaptuk ezt a mágust. Tényleg valamilyen csoda történhet. Kaphatunk egy csodát, ez lesz az a bizonyos ajándék. Ez a csoda lehet, hogy tényleg ez szerelem. Ez a csoda lehet egy jó kis szerződéskötés. Ez a csoda lehet egy jó, fontos, helyes döntés. A mágus, ez egy fontos üzenet, azt üzeni, hogy én egyedül képes vagyok bármire. Én meg tudom csinálni. Én megyek egyenesen a célokhoz. Én ügyes vagyok, én okos vagyok, én bátor vagyok. Az összes energia a rendelkezésemre áll. És a Merkurnak a kártyája. A Merkur a ti bolygótok. És itt a Merkur viszont nem retrográd. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Tehát kell is aktívnak lenni, lehet is valamilyen új dologba belevágni. Nagyon jó kis energiákat kapunk, és folytatódik a varázslat. A mágus után itt van a legmisztikusabb kártya, ez maga a főpapnő, ez maga a misztikum. Ez maga az intuíció, a holdnak a kártyája. Ugye, a holdfogyatkozás már mennyire működik? Védőkártya, a fenti erők védelmeznek minket. Hát mikor, ha nem most, amikor születésnapunk van. Így összeálltak a bolygók. Ez csodálatos. Egy titkot megtudhatunk, egy fontos titkot, egy fontos információt megtudhatunk. Na, megyünk tovább. Szeptember közepe,
Nagyon tetszenek nekem itt ezek az energiák, nagyon tetszenek. Egyszerűen érezhetjük, hogy mit kell tenni, hogy milyen döntést kell hozni ahhoz, hogy elérjük ezt és azt és amazt. Megyünk tovább. Na, mi van itt? Hetes tűzenergia. Tűzenergia. Meg fogjuk tudni védeni magunkat. Ha netán fog támadni az ellenség vagy a problémák, meg fogjuk tudni védeni magunkat. Mi van itt még? Tízes, föld energia, a ti energiátok. Nagyon erős pénzes kártya, az egyik legjobb pénzes kártya. Ez is nagyon csodálatos. Tehát pénz lesz, az anyagi sikert el lehet érni, valamilyen prémiumot kaphatunk. A család kártyája is, tehát egy fontos családi esemény történhet itt. Valamit vehetünk, aminek az egész család örülhet, de mivel itt ez a hetes, meg kell védeni azt a bizonyos értéket, érmik értékek is, hogy kinek mi az érték. Valakinek a család, valakinek a pénz. Tehát figyelmeztetésnek is nagyon, nagyon jó. Megyünk tovább. Na, mi van itt? Az ász. Csodálatos. Az ász, tehát, de ezt már megmutatta nekünk a mágus, hogy valamit érdemes elkezdeni, hogy van itt lehetőség, ugye az ász is nagy lehetőség, van itt tűzenergia, tehát legyünk aktívak, legyünk céltudatosak, legyünk bátrak. Én azt szoktam mondani, hogy ez a kártya maga a varázspálca. Ahhoz is kell bátorság, hogy tudjuk használni azt a varázspálcát, hogy elfogadjuk azt a bizonyos lehetőséget. Ahhoz is kell bátorság. Sokszor jönnek a lehetőségek, csak éppen nem vagyunk eléggé bátrak abba belevágni. De itt van lehetőség átütni azt a falat, és belépni abba a bizonyos ajtóba. Megyünk tovább. Érdekes. Szeptember vége. Na, mi van itt még? Mi lehet itt még? Kettes, és ott a hold, levegő energiát kaptunk. A kettesek döntést mutatnak nekünk. A kardok maga az ész, tehát észszerű döntésnek kell lennie, okos döntésnek, logikus döntésnek kell lennie. De van ott az a bizonyos kötés, ott van a szemünkön. Hát ezt le kell venni, így nem lehet dönteni vaktában. Jó? Néha nem akarjuk levenni azt a kötést, mert így komfortosabb nekünk. Az igazság fájhat. Ha fáj, ha nem, itt muszáj levenni. Megyünk tovább. Hetes. Hetes érmik. A befektetés kártyája. Például a pénzünket, hogy na most... Megvan az a bizonyos pénz, mit tegyek vele? Lehet, hogy eladtam a lakást, és van pénzem. És most mit csináljak azzal a pénzzel? Tehát érdemes akkor szakemberhez esetleg fordulni. A lényeg, ne kapkodjuk el, az a türelem kártyája. A türelem kártyája. A rossz befektetés, helytelen befektetés, azért ez is itt van. Erre vigyázni kell. Ugye itt holdfogyatkozás, benne vagyunk abban a bizonyos karmikus folyosóban. A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás között
Ilyenkor nem érdemes valamilyen nagy dologba belevágni, mert ha később megbánjuk, akkor nem biztos, hogy vissza tudjuk forgatni az időt. Tehát kvázi megpecsételjük a sorsunkat, oda leszünk láncolva ahhoz a bizonyos dologhoz. 8-as kelyhek, vízenergia. Itt a holdfogyatkozás, itt van velünk, itt van. Amikor megjelenik ez a kártya, akkor itt az idő fejlődni, tovább lépni. De ehhez valamit, hogy valakit el kell hagyni. A türelem kártyája, viszont a várakozás kártyája is. Lehet, hogy túl sokat várakoztunk, itt vártuk, hogy valami történik. Ott voltunk azon a munkahelyen például, és vártuk, hogy na, tehát csak fognak nekünk többet fizetni. Kvázi ilyen állapotban voltunk, ott volt a szemünkön a kötés, nem láttuk az igazságot, vagy nem akartuk látni, nem akartuk tudni azt az igazságot, hogy már pedig nem fognak itt nekünk többet fizetni, és itt az idő változtatni határozottan, ott hagyni azt a munkahelyet. Vagy a párkapcsolatot. De ez bármi lehet. Bármi. Milyen érdekes. Nos, megyünk tovább. A varázslók mit mondanak nekünk, ha már megjelent ott a mágus, ha már megjelent ott a főpapnő, tehát ilyen misztikus kártyákat, misztikus energiákat kaptunk, akkor... Legyen. Az erő, ez nekem nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. Erősek vagyunk, bátrak vagyunk. A mágus már megmutatta nekünk, hogy én erős vagyok, hogy én bátor vagyok, hogy én képes vagyok elérni a célt, hogy én ügyes vagyok. És hát ehhez csatlakozik a bátorság, és megint egy ütős kártya, a negyedik ütős kártyait. Ez komoly. Ez komoly. Ha meg akarunk szabadulni valamitől vagy valakitől, akkor ez a bátorság segít nekünk. Ez a lelki erő. Ez csodálatos. Ez csodálatos. Csodálatos. Ráadásul a kártyapakli alján is például a szerelmesek. Tehát ugyanaz a kártya, ugyanaz kétszer megjelenik. Elsősorban a döntés kártyája, és csak utána a szerelemi. A döntés. Bátrak vagyunk meghozni azt a döntést. Most már bátrak vagyunk meghozni azt a döntést. Milyen döntés? Itt a csillag. Megvalósítani az álmainkat? Hát ez csodálatos. Ez nekem nagyon tetszik. Ez nekem nagyon tetszik. Hát legyen itt, és ez is egy védőkártya. Hát mikor, hanem most, amikor az embernek születésnapja van. Nos, megyünk tovább. Itt is, itt van a bátorság. Na nézzük a plusz információt. 10-es kardok, levegő energia. Valamit le kell zárni. Kész. Elég volt, azt fogjuk mondani, hogy ebből elég. Mi lehet ez? Nem könnyű ezt lezárni, ez egy nehéz kártya, ez egy szúros, fájdalmas kártya. De ez a kártya azt üzeni, hogy már nehezebb nem lesz. És jó, hogy itt van nekünk ez az erő, lezárni ezt a bizonyos negatívumot, ez a kártya segít. Segít. Ez ilyen lelki erő. És itt van a lovag, és jön hozzánk a boldogság, és itt a napocska is. Ugye itt még a napocska a szűzben van, a napocska minket
segít, melegít minket, az ellenséget viszont égeti, a szúrós helyzeteket viszont égeti, elégeti. És ez bármi lehet. Érdemes megszabadulni, érdemes. Itt a napocska, itt van az ász, és ez viszont föld energia, ti energiátok, pénz. Nagyon jó pénzes kártya, nagyon jó értékes kártya. A kezdés, a befejezés után jön a kezdés, jön az új élet, és alatta a mágus már volt, és a mágus alatt teljesülnek a kívánságaink, és itt meg boldogok vagyunk. Lehet pezsgőt bontani, de ez tényleg, tényleg valamitől vagy valakitől meg kell szabadulni. Meg kell hozni azt a bizonyos döntést. Mellette a család kártyája, lehet ez egy ilyen családi kötelék. Lehet van itt egy ilyen vámpír rokon, ugye, aki csak megnehezíti az ember életét például, és épp ideje lezárni. Tehát kötelék ide, kötelék oda, épp ideje lezárni ezt a kapcsolatot, azt mondani, hogy na, elég volt. Elég volt. Nagyon gyakran a legnagyobb vámpírok a vérrokonok. Megyünk tovább. Ez a kártyapakli. Nagyon sok kártyapakli van most az asztalomon, ugye folyamatosan dolgozom. Nézzük itt ezt a kettest, és ezt a nyolcast. Mi lehet itt? Kettes kardok, és itt a tolvajok kártyája. Hetes kardok. Itt a tolvaj. Lehet, hogy nem is akarjuk észrevenni ezt a tolvajt, ezt a lopást, ezt az átverést. Óvatos, tehát figyelmeztetésnek nagyon jó. Itt a tolvaj. Itt van mellettünk az a ravasz róka. A kardok, az internet is, a virtuális világ is. Figyelem. Ezek a kütyük, a mobiltelefon, az is ide tartozik, tehát akár azt is ellophatják. Kardok, információ, egy értékes információt ellophatnak tőlünk. Tehát figyelmeztetésnek nagyon jó. És szeretné megnézni ezt a nyolcast. Mi ez a nagy változás? Változtassunk. Így van. Változtassunk. Örülni fogunk a változásnak. Pezsgőt fogunk bontani. Itt a hármas, itt a pezsgőbontás. Itt az ünnep. Érdemes bátornak lenni? Igen. Érdemes valamit vagy valakit otthagyni. Akár új életet kezdeni. Megyünk tovább? Na, húzunk innen egyet. Na, legyen. Na, mi van itt? Az év kereke mit mond? Ó, az év kereke, és itt a kerék. Úgy mond, ez a nulla. Ez a kezdés a nulláról. De ehhez lehet, hogy tényleg valamit le kell zárni. Itt van a lezárás. 10-es és a 8-as. És elkezdeni valamit a nulláról. Nagyon bátor kártya, nagyon vakmerő kártya, hiszen itt dominál az Uránusz energia. Az Uránusz maga a forradalom, maga a szabadság. Kvázi itt valaki tényleg megkaphatja azt a szabadságot. Valami véget ér, valamilyen szúrós, nyomasztó, nehéz dolog, és végre megszabadulunk, és végre megkapjuk azt a szabadságot. Jó ez a kártya. Szeptemberben tényleg jó belevágni valamibe, valamilyen ismeretlen dologba, és a nulláról valamit elkezdeni. A bolygók állása egyébként jó. A Merkur már nem retrográd. Ez a lényeg. Úgyhogy gyerünk.
A bolondnak szerencséje van, szokták mondani. Igen. Hát igen. A fiatalság kártyája. Megfiatalodhatunk egyszerűen. Fiatal partnert kaphatunk például. Aki sokkal fiatalabb, mint mi. A szokatlan szakmák is ide tartoznak. Lehet, hogy a partnerünknek ilyen szokatlan szakmája lesz. Az új technológiák, tehát ezek is mind ide tartoznak. És mi van itt? Mi van itt? Kettes tűzenergia, jó kis tűzenergia. Épp ideje szétnézni, hogy na, mi legyen tovább? Mi legyen a következő lépés? Mi legyen a következő álmom, a következő célom? Hát itt jó kis kártyákat kaptunk, úgyhogy tényleg kettes döntés, és ugye hát mivel kezdtük, ezzel a kártyával kezdtük, kaptunk még egy ugyanilyen kártyát, hatos, szerelmesek, elsősorban a döntés kártyája, úgyhogy épp ideje dönteni, tervezni és cselekedni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!